Szemet és szívet gyönyörködtető látvány fogadja a Ceglédi Galéria legújabb kiállítására látogatókat. Gyönyörű hímes tojásokat láthat a közönség. A tárlat szépsége épp úgy páratlan, mint az alkotó Fekete Ildikó életútja. A kétszeres magyar kézműves remekdíjas, Kránát Alma díjas, junior primadíjas hímes tojás festő népi iparművész a népművészet ifjú mesterét Kozma Attilánál köszöntötte. A Ceglédi Galériában húsvét közelettével eddigi legnagyobb kiállítását láthatják. Egészen pontosan 1342 darab hímes tojás kapott helyet a vitrinekben, 7 tájegység motívum kincsében gyönyörködhetnek a nyimesi csángó, sárközi, dunántúli, muravidéki, felvidéki, árapataki és nagyszalontai hímesekben. A különböző tájegységek tojásai mellett tulipán, szív és kereszt mintákat bemutató vitrinek fogadják a látogatókat, és egy különleges úgynevezett visszamaratásos technikával készült kollekció is helyet kapott. A kiállítást megnyitó Seremetyev pap János a tojásdíszítés történetéről mesélt. A művészet történész elmondta, a kínaiak több ezer évvel ezelőtt pirosra festették a tojásokat, mert napszimbólumnak tartották. Számtalan eljárás létezett már akkor is a tojás díszítésére. Lehetett díszíteni karcolással is, ez már egy kicsit komolyabb dolog volt, és mint érdekességet jegyzem meg, hogy színezett tojásokat azt már több ezer év óta ismerünk, és karcolt tojások az avarkorból a Magyarország területéről is előkerültek, tehát látjuk, hogy már abból az időben is ilyenek léteztek. A középkorban olyan értékesnek számított a tojás, hogy sokszor fizetőeszköznek használták. Ahogy a technika finomodott, a díszített tojások is egyre szebbek lettek. A keleti kereszténységben még nagyobb jelentősége volt a tojásnak, a tojáskultusznak, és nagyon komoly dekorációkat is készítettek ezért a tojásoknak. Nem csak pirosra, hanem néha aranyra is festették, sőt volt olyan is, hogy Jézus képét festették rá. Tehát ott egy nagyon komoly kultikus tárgyá vált, olyannyira, hogy egy időben még a tojásokat, hogy úgy mondjam, hamisították is. Fekete Ildikó alapvetően tyúk tojásra dolgozik, és a többféle tojásdíszítési technika közül az írásban talált igazán magára. Ebben tud olyat alkotni, amit más még nem. A kiállításon különböző festőnövények és tojásfestő eszközök is láthatóak. A megnyitón Szebeni Szilvia népdalcsokorral kedveskedett. A tárlat április 21-ig nézhető meg.